Hoeveel is dat? 750 jaar is dat dorp hier. Dat is waar kersten feieren. Dat is het meest positieve wat je kan bedenken. Oké. Preparatie wordt daar. Preparatie wordt daar. Heet zelfs Utwen. Nordjons heet. Dankjewel. Ja. Dit is echt een beroep, hè? Ja, je staat ook nog. Dank je. Ekke zeker dra. Hier zit nog een flesje glaasje. Ook even mee. Sander, ekke zeker dra. Ekke zeker dra. Op al het goede in Perlje. Ja. En op de goede film. Nu gewoon achter jouw hoofd. Egyre több holland van a faluban. Igen, ezt is ő védte meg ezt a házat. Ezt meg amúgy megint védt megint egy házat. Úgyhogy most már kettő van megint. Családjuk nincsen nekik. Most én akkor. De azért most már kezd magyarul beszélni. Csili! Nem merem befizetni. Ez akkor volt kiborul, mikor még én jártam te magához. Akkor. Gyerekek kicsik voltak. Hát már bizony annak is már... Hogy? 20 éve körül, 15 éve. Nem dirályok, nem akar foglalkozni senki vére. Hogy mi lesz ennek a vége, fogalom nincs az emberben. Befogom kocsiba, nagyon jó mennek a kocsiba, jármazomiket, csak már ugye hiába, már 79 éves vagyok. 79 éves vagyok, hát, ugye talán. Távolban a család, hát meghalt már hiába, elment az idő. Jó napot, Ilmám, honnan dísz? Hát, elmentem a temetőbe, csináltam egy kört. Kör. Hát, lábaid leálltattam. Csiline! Már elég bírok valami. Most már már meleg. Fiebelger csapé. Marikám! Jaj, már Marikám! Mit képen tekítettem? Mi fényképezzen én Gremli? Sok van. Dehogy is nem. Megérzem, hogy sokat dolgoztál, vagy dolgoztam. Dolgozok, meg dolgoztam, amennyit bírok. Csili! Azt akartam mondani, hogy 73 évet éltek házassággal. 73 évet. Az akarit is. És még mindenre van gondja, odafigyel. Macskát kaptak enni, a két macska, mi bejárunk. Na hát, mindjárt le vagyok fotózva. Vagy ez nem is fotó, hanem videó. Ja, Istenem. Gyula bácsit videózza, mert ez megérdemli. Jó vannak, köszönöm család. Köszönöm szépen, jó. Üdvözlök jó. Mindenkit. Köszönöm szépen. Ezt én néni jól van? Köszönöm, én is jó vagyok. Most nem kell menni napszámba. Volt jó eső. Már különben minden nap napszámba. Ja, mert a puha a föld. Hát most amiatt ugye, hogy jó beálltott. Nagyon jó eső volt. Az utolsó pillanatban volt, mert már a krumpli meg a paprika minden tönkre ment volna. Most ez egy kicsit azért életet ad minden. Szöllők? Hát a szöllők nekem kiszáradtak itt a két nagy tőke szöllők. Jézus!
ezek a lépcsők. Tihedik ki. Szokolom. Most oda. Van, igen. Jó. Oda. Jó, másnap. De ezt meg légy szíves cserélt ki nekem. Kettő. Jó. Jó. Hozhatja maga is. Ezt pedig valahogy bele kellene varázsolni, abban nagyobban, fogd meg úgy, nagyon jó. Hát a súlya az közel 20 kiló, mivel hogy a repülőn van egy megengedett határ is. Ez azért lényeges, tudod, mert hogy az utazáskor hogy még biztonságosabban odaérkezzen, nehogy valaki bele nyúlkáljon, ezért le is zárom, legalábbis megpróbálom. Utazhat aztán most. Megy ez csak gyorsan kell járni a kéznek. Géza bácsi, és építkezés van-e még? Bár azok a nagyon öreg házak már most elfogytak, már most jobban ilyen, amik még jobb állapotban vannak újak. Jönnek sorra, de még mindig van. Kicserélődik a falunak a lakossága. A hollandok is, vagy 10-12 család van már itten. Aztán Pestről, meg hát tudja fene, hogy honnan jönnek, és egy hétvégén akkor valamennyire megtelik a falu, mert ugye van ilyen vidéki házuk. Szavasz, Nándi! Szervusz! We komen nu in maart terug en dan, dan hoop ik dat de douche en het toilet en de keuken dat die in orde komen en dan het terras volgend jaar in de zomer kunnen we lekker onze palinka drinken op de Adi Oetses. Géza bácsi, meg tudná-e számolni, hogy hány házat hozott rendbe, ilyen régi házat Perőcsényben? Hát, hogy rendbe, hogy mennyit
azt nem nagyon tudom, de amúgy újat 75 darabot csináltam, amit újonnan csináltam. Éjjeket, ezt nem számoltam még, de az még mindig tudom, hogy mennyi. Na de amit a nyáron csinált rólam, arról nem adott még képet. Hát majd lesz abból is. Majd mikor málláztam. Igen, kész lesz őszre. Ez is hosszú munka, nekem is sokat kell rajta simogatni. Na, hagyj, szikvedjön. Akkor itt előmennézzük. De egy kicsit sűrűbb, most egy közben legalább egy kandival. Bövőre kihúgatok. Ez az én falum Perőcsény. A Börzsönyben fekszik egy völgyben, egy nagyon zárt völgyben. Olyan helyen van, ahol mindenki kerül bennünket. Nagy árvíz, jégeső, minden nagyobb természeti csapástól meg vagyunk mentve a falunak a fekvése miatt. Sok erdő veszi körül, szinte megbúvik a tájba. Észre se lehet venni az országútról, csak a kivillanó templomtornyot. Innen utak már az erdőbe vezetnek, ez mondhatni úgy is, hogy egy zsákfalu. Attól maradt meg ilyen csöndesnek, ilyen békésnek, attól ilyen összetartónak, hogy nincs rajta átmenő forgalom. A tájház dísze lenne az egész falunak, megkapta a műemléki védettséget. Itt még lehet látni a tapasztást, ez régen nagyon szépen meg volt tapasztva, minden ünnephő, megtapasztották az asszonyok vasárnaponként, meg ilyen tehéntrágyával nagyon szépen becsapták. A fal mindig szépen ki volt meszelve, mindig rendben voltak tartva. A Perőcsényi házakra jellemző volt a tisztaság, meg a nagyon egyszerűség. Vigyázni kő, mert még régi ajtó van, nincs kiír vagy buklesza már. Ebbe tartották a menyasszonyoknak a kelengjeit, a stafírungját. Aztán nem köllött, azt úgy látszik, hogy tyúkólat csináltak belőle, vagy csiberekesztéket. Szépen még úgy van festve. De valamikor ez is az első házba volt bent, ez is rendben volt tartva, mindig volt kenve egy kis olajba, ugye attól szépen csillogott, azt ez annyira rendben volt tartva, nem ilyen mostoha sorsa volt, mint ennek. Ez is nagy böcsbe volt régen tartva, meg volt mindig tapasztva. A pallásra, ha jártak fő. Még ennek a gerendázata is sokkal régebbi, mint a mostani házaknak. Még olyan, mintha betonkoszorú lenne, de fából, gerendából van megcsinálva. Azt tartja össze a falakot igazából. Ez volt régen a komra. Itt tartották a lisztet, meg itt volt a hambárba a gabona. Ez is egy ilyen nagyon régi lisztes láda. Még megvan neki minden része, abban a részében volt a nullás liszt, ebben meg volt a kenyérliszt. Ide se macska, semmi nem tudott bejönni, úgyhogy itt ez el volt zárva. Még a gyerekek elő is sokszor, mert a kóbász ide volt felakaszgatva, azt azok gyűjtek, azt ették volna, meg itt volt döbönbe a zsír, meg itt volt a libazsír, minden itt volt. Azt akkor ez sokszor el volt zárva, azt a gazdaszonnak a zsebiben volt a kócs, azt még az ura elő sem, mert hát. Még a páinkát is itt tartották. Minden itt volt, ami fontos volt egy parasztházban az élelmezés szempontjából. Egy juhász van a faluban, a Gembolya János, aki még mindig juhász, és a fia is juhász neki. Egy lovasgazda van, és Gyula bácsi az utolsó, akinek még két tehene van. Viszont már ő is nagyon benne van a korban, de nem tudja a teheneket eladni. Mondja mindig, hogy ha a tehenek nem lesznek, akkor már ős lesz a világon. Minden házban ez volt a háznak a dísz, az első ház. Ott a tornyoságy, a fő volt vetve, 6 vagy 12 párnával, ez volt a menyasszonyok ágya. Az hétköznap le volt takarva egy terítővel, azt akkor szépen eléje ültették a vendéget, mert abban volt a dísz, hogy a párnák olyan szépen vannak kivarva, olyan rendezettek,
mennél nagyobb, minél magasabbra van fölágyazva. Ott eléje ültették a vendéget, hát bio sokszor nem tudta akiket megkínálni, mert azért errefelé egy nagyon szegény nép lakik, de hát adtak neki egy kis pirítós kenyeret, vagy öntöttek egy puhár bort, azt már meg volt a vendégfogadás. Hát akkor az utolsó pár kenyén van a faluba. Életemben az akkor ilyet még nem éltem. 80-100 darab tehén volt a faluba. Mennyi állat elinne ezen a fűvön minden? Máma két holland ment a házunk előtt. Köszöntek, azt tudják mondani, jó napot kívánok, most mutogattunk egymásra. Az volt a szép, hogyha szép tisztaság volt. Úgy is tanították a jányokot régen, hogy aki nem tud kenyeret dagasztani, bablevest főzni, a nem mehet férhő. Hát azt akkor ebbe ugye beletartozott minden, szőnyi, fonnyi köllött az állatoknak, állatok körül ugye köllött forgolónyi, akkor ugye hát csak köllött unnyi mellette főzni is, takarítani is, hát mindent, amit egy állnak köllött régen. És itt van egy kis száros sütemény hozzá. Ez borzasztó, kérem szépen, hogy mi lesz ennek a vége. És nem akar foglalkozni senki ezekkel az állatokkal. Gyerekkoromtól, 8-10-es koromtól már szerettem ezt az állatokat. Tehát szóval meg is érte idáig. Tehát most meg, hogy miért, fogalma nincs az embernek. Fogalma nincs az embernek, hogy mi lesz. Hát bizony, van bére, hogy baj, az biztos van dolog. De az a juhászok is úgy vannak, azok is panaszkodnak, de ugye a kisebb súlyon a 16-20 kilósat el tudnak adni. Ócsóbban, mint sokat venni. De már egy 5-6 mázsát tehenet ugye ne egyel eladni. Nem tudja az ember. A gyönyörű kis polihú volt nekem is a izé. Borzasztó. Nehéz helyzet. Nem pírnék én tőle sokat, hiába. Már koros vagyok, 79 év. Hónapot, hétre. Harangoznak nyugodjon feleségemnek. 14 éve, hogy meghalt. Az ő te egyedül vagy. Mert mikor meghalt, az akkor is 4 tehén volt. Azután 3, soká volt 3. Most azután az, hogy már mindig úgy csökkent. De borjuk azért mindig volt. Most bélakadni, nem merem bélakadni. Mert ugye nem tudja az ember, hogy mi lesz. Nem tudja az ember, hogy mi lesz. Borzasztó, kérem, borzasztó. Ez egy burókat. Olyan felhő van ott annak. Jó napot! Terveim szerint jó lenne úgy felújítani, mint régen volt. Mindent úgy visszaállítani, mint régen volt. Ugyanúgy tapasztani, ugyanúgy meszelni, ugyanúgy csapni, mint ahogy régen volt. Azt akkor egy ilyen hagyományos múzeum lenne, tehát nem kell átalakítani rajta semmit, hanem természetes valójában maradjon meg, hogy Perőcsénbe hogy néztek ki a régi parasztház. Azt szeretnénk vele. Azt mondták régen az öregek, hogy a szilvafák azok csak 3 évente teremnek jó termést, de akkor annyit,
hogy a gyümölcs súlya alatt nagyon sok szívafa összeszokott szakadni. Azok olyanok, mint a öngyilkosok lennének akkor, annyi termés van rajtuk. Gyula bácsi, csak üdvözölje az embereket, ne szóljon ide, itt nem is vagyok. Csókolom. Hiába tudjuk azt, hogy na most azért szólnak a harangok vasárnap, hogy jöjjünk az Isten házába, de az ördög azt súgja, hogy hát jobb lenne, ha elmennél, bekapálnál egy sor ribizit, vagy ültes még, ugye? Abból jön a haszon, nem azért, hogy templomba itt legyél. Én is benne voltam ebben a bizonyos próbál, tényleg. Elültettem 3 sor ribizit, pontosan nagypénteken. Erős, gyökeres. Mondom a feleségemnek, ebből egy szál nem maradhat el. Mondom én, ugye? És mi lett a nóta vége, mint szokták mondani? Az az év, mikor Hollandiában voltok, itt van Szél János tanul, ott szinte minden nap esett az eső. Mi nálunk április 3-ától egy szem eső nem volt. Nem, hogy mind jó lett volna a röbizni, ne? Egyetlen egy szálja nem lett jó, testvére. Ezt a gyerekek, ezt azt mondták, hogy ezt vegyem le róla, de nem vettem le, mert csak így van rajta, hogy Szent Biblia, hogy csak egy ilyen nyomtatott igen. Műanyag. Hát ilyen olcsón köttettem be, de örülök neki, mert ugye már nem volt neki táblája rendesen. Nem is tudom, hogy az első lap megvan, ez teljes egészében megvan. Teljes egészében íz már meg a dátumot, hogy mikor... 1930. 30-ból való. De az elejében van, vagy a hátuljában vannak belírt? A hátuljában. Hát itt van egy egész hosszú. És akkor itt a gyerekeknek az esküvők, esketések. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak, akik azt építik. A Zsoltárok könyvéből van. Szirja Lajos és Bukri Eszter esküvése 1935. június 25-én. Bukri Lajos, Darányi Eszter, hát mi nem voltunk törvényesen megesküdve, de azért 27 évig együtt éltünk. 1968. október 20-ától éltünk együtt, 1994. szeptember 18-ig, mikor meghalt a Lajos. Ez már halálesetek. Az a szerencse, hogy van itt a kerten, és
ugye ebbe egy kis krumplit, zöldséget, hagymát megtermelek. Azért ebből jut nekem, meg a családomnak is. Hát én nekem a lányom úgy, meg a vőm gyűnnek, sokat segítek, de már most én is elmúltam, 79 éves. Hát már nincs erőm, hogy annyit dolgozzak azért. Na, már más nem. Na, azt akkor van ugye egy kis ribizlim, ebből szoktam nyáron azt egy kis gabonát vinni, eladtam a ribizlit, gabonát vinni, meg fát vinni. Hát most nem tudok, nem tudom majd hogyan lesz, hát még most se kaptam egy fillért érte. 25 forint évettik meg. Hoz még egy fillért. Itt van szeptember 1-e, és nem kaptam. Leszelek meg almát. Ha alma nincsen, akkor lekvarcottam. Hát jó, gyenge. Van most már édes. Ki van írva, hogy húscsarnok, ez meg itt, hogy raktár. Hon volt ez régen? Hát a kocsma udvar, ahol most a farkas és szék. Ja, ott bent, az udvarba. És akkor... Kik vannak a képen rajta? Ez az öreg Kontrai. Uh-huh. Ez a Dudás Bandinak a apja, a Dudás András bácsi. Ő volt a hentes, uh-huh. Vagy hát látni is, hogy a... Ez meg a szúnyog... Szúnyog gyerek, kemencén vannak a lányai, Szúnyog Margit, Szúnyog Júlus, azok az apjuk. Ez meg a Bukri bácsi, aki lett volna nekem a pósok, de már ő akkor nem itt, a Bukri Lainak az apja. Ez meg a Henzel Józsinak, a Henzel Esztinek apja, Henzel Józsi bácsi. Tehát vágtak itt minden nap? Minden héten. Ja, minden héten. Minden héten. Itt a nagy húsvágóasztal, katlan, itt van kétfelé hasítva, látod a disznó, meg a teknő itt van. Itt a hajtják, a köszörülik a késeket, nézd. Fáj. Kép, oda betűzve, amin az autó van. Ezé? Hát nem olvastál el ezt? De most elolvastam. No, ez az. Ez az a kép. Szomszédasszony is kapott ilyet? Nem tudom. Te nem kaptál már is. Ilyet nem. Ha nézem meg.
erőcsény. Szépnek szép fényképezte ezt. Megnyerni valaki, hát ezt valahol elküldene küldeni. Aztán akkor majd valaki megnyeri azt az autót. Csak nem mind részünk. Nem biztos. Nem biztos. Nem bizony. Azok a gyerekek. Ja, Istenem. Nem voltak nem dél itthon? Nem. Majd kedden, esetleg kedden jönnek haza. Sütök, főzök, vagy takarítok, mosok, evel pár állatval van, tehát egy 9-10 darab csibém, pár darab nyúl, ezeket etetgetem, ezekvel vesződök. Nyáron, ha már elmihetek a határba, egy-egy kevesig még a nyáron elmentem, de már nem biztos, hogy a jövő nyáron el tudok menni. Mert már... Na, 84. évben, már 84 évesek. Azt akkor napjában már dolgozgatok, este már bemegyek a szobába, leülök, nézem a tévét. Azt akkor már este fél hétkor, 7 órakor meg pihenek, mert csak akkor pihenek, ha fekszek. Itt! Itt! Én 12 éves koromban maradtam ki az iskolából, a 28-asok voltak a legutolsók, akik 6 osztályt jártak. Azt akkor 14 évesen jártam a Fonóba fonni. Akkor már a 14 éves nyár nagyimám volt. Meg ha nem volt Fonó, amíg is összejártunk jobban házakhoz, azt akkor csináltuk télen főleg. Sok másznak, ajjajjaj, pentölököt, lepedőköt, gatyákot az embereknek, abroszokot. Hát jobban összeálltunk, ha most nem járunk össze már a szomszédok. Beülünk este a tévé elé, azt akkor nézd a tévét. Ezt előtt meg összeálltunk az én. De most már csak a tévé, meg a tévé, meg a tévé. Olyanok is, akik házasonnának, itt van ez a Darányi gazdának a fia. Jó gazda gyerek, 9 vékás földje van, zsírosak is a földjei. Nagy a gazdaság, teli az udvar baromba, az istálló meg ökrökve. Zsíros még a gatyájok is. Égek, kútbeste. Na, igen, jaj, igen. Igen, jó.
Pásztor Csabi. Jaj, nem tudtam, hogy öreg asszod is kér, mint máma csókolgatni. De én, Bion, nem játszok már többet, mert még rosszabb kerülhetté. Várják, hogy jön a Sanyika. No, most jön a Sanyika, hogy tízet ütött már az óra, térjen ki kinyugovóra, gazda vigyázz a házadra, gazdasszony a szolgálódra. Csak azt tudta a fonót is, úgy igaziból, aki járt abba a fonóba, hogy látta, hogy igaz, hogy még nagyon fiatal voltam, mert még engem nem engedtek ki a legények után. Szívem szerint mentem volna. Ugye, édesanyám is ott volt, és mondta, hogy nem, te még kislány vagy. Hát mondok, fonni fonhatok? Egész este 11 óráig, a legények után mennem engednek ki. Az volt egy unokatestvérem, 3 évvel idősebb. Küldte az első lány, hogy na menj ki, ez meg ez a legény. Menj ki, hát kísérd ki, menj ki utána. Nem akart, mert nem azt szerette, egy másikot szeretett. Azután nem, ő nem megy ki. Aztán odaszóltam neki, hogy Bözsi, neked már szabad, én nekem még nem szabad kimenni a legények után. De nem engedtek ki akkor se. Kedves vendégeink, jöhet idő, hogy emlékezni, bátrabb dolog lesz, mint tervezni. I. és Gyula költő szavaival szeretettel köszöntök mindenkit a Perőcsik falunak alkalmából. Most bemutatásra kerül a Perőcsényi Fonó című hagyományőrző játék. Lássák, ahogy történt, mindenkinek jó szórakozást. Ki ember, rakj arra a tűzet, mert ott a csarokba a komámaszont meg a jányokot belepi a dél. Hát, rakok is épp, csak legyen miből eltüzelni ezek a huszár herdenki. Este, este, sej, este akar lenni. Ez a kislány haza akar menni, haza menne, de nincs kísérője, galambom, mert kísérem leszek én a szeretője. Réten, réten, sej a Perőcsényi réten, elvesztettem a zsebre való késem, késem után a karika gyűrűmet, galambokat sajnálom, nem a régi szeretőmet. Elmehetsz már, ha útnak indultál, ha már engem megszomorítottál, írd föl a neved a pendölöm elejébe, ha más hagyja föl is, csak én jussak az eszedbe. Perőcsi nagyon régóta lakott település. Most ünnepeltük a 750. évfordulót, amire a falu egy nagy ünnepséget rendezett a falu központjába, főtéren. Erre az alkalomra címer és zászlóavatás volt. A falunak az új címerébe szerepel a falu jelképe, a templom, a tebefa, a körben lévő erdők, a hármas halom, a hontpázmány jelkép, mivel Hontvár megye része volt. Ez volt a délelőtti program, ezt követte egy hagyományos szüreti fölvonulás, és ezután pedig volt egy összejövős gála műsor, ahol egy Perőcsényi kis csapat a fonót mutatta be. Rengeteg ember volt, mindenki, aki itt született, vagy innen elszármazott, azok mind hazajöttek, tehát az egész egy ilyen nagy családi ünnepé volt, ugyanúgy, mint a szüretbál, vagy a búcsú. Szép jó nap! Szép jó nap! Mi újságon? Nem sok minden. Születi bálozunk. Él a falu. Hát így van. Még ott egy kicsit. Még valami. Vigyázzatok!
azt hittem, hogy ide fordulja a kocsi. Na mit evett ez a ló? Követ? Én szeretem ezt a falut. Meg itt a kamerás ember. Megéred a pénzed. Meg. Az biztos. Meg. Meg is keresed, mi? Hát próbálkoznak. De hát próbálkoznak kutyák szoktak. Jaj, maga egy aranyos, hogy minket mindig megörökít. Majd, ha meghalunk, majd nézhetnek valahol. Jó napot kívánok! Jó napot! Csókolom! Fotografia! Hogy vannak, Laci bácsi? Ülegesen. Kicsit végabban, hogy lett ez a kis eső. Sokat számít. Sokat, nagyon sokat, mert ma fonyadtál a krumplinak a szállát. Nagyon jókor jött még azért. És egyébként, hogy zajlik az élet a faluban? Hát, hogy zajlik? Sajnos, hogy kiöregedett a falu már. Már most én is 80 éves évben léptem bele. Úgy Isten éltesse. Köszönöm szépen. Nagyon szép idő. Ebben már volt jó is, rossz is, minden volt. Az a, annak, annak ez az élet van. Igen. Ennek már későbben volt. Annak most egy éve. Tessék Szabó bácsi mondani, mit tetszik a kettő tehénéka körülbelül? 100. Sokat ne tessék? 220 ezer. Jó, jegyen meg azt a drága lelkét. Nagyon sokat mondod. Nem úgy sokat, magam nem mindnak állam. Jó, akkor én már nem is tudok hozzászólni. 220 ezer forint, én már csodálatos teheneket veszünk. De komolyan mondom. Nem magának mit élem. Hó, nem is tudok, akkor ez szóval... Nem sokat érnek a tehenek. Hát nem sokat. Nem sokat érnek. De éppen azt állítottam. Ezek az, igen, nem sokat érnek. A súlyuk se nem nagy. A súlyuk se. Igen, Szabó bácsi. De úgy vagyok, én be sokáltam fogni már kocsiba is, igen. Akkor hozok neki zöldet, akkor már hozok bát neki. Ennek felit el kell engedni, ennek a pénznek. Igen, mert... Magának mit érne meg? Ó, hát én nem is tudom már. Meg olyan nagyon sokat tetszett mondani. Ja, térnyi lehet. Hát igen. Nem, mondom őszintén, mert ma én is meg a család. Igen, persze. Hát nem, ezeknek nem, szóval, hogy is mondjam, kicsi a súlyuk neki. Tetszik tudni, ezek öregek, és nem nyomják ezek hát a súlyt, így kicsi tehenek. Na. Tessék, most nem azért öreg tehén, hát mit mondjak ez? Nézd, ezek már rosszabbak nem lesznek. Tavaszon rosszak voltak, az vissza. Igen, hát persze, a téli abrakot kapnak-e, papa? Nem kapnak-e. Nem szokott abrakot adni nekik, nem kukoricadarát, nem. Mert akkor végül is akkor... Hát igen, akkor rakodok rá azért még. Szabó bácsi! Segítsünk! Nem csúfolom ezeket a teheneket, most nem azért mondom. Ezeknek a teheneknek az áruk mostan
Most mindjárt 57 ezer, az 114 ezer forint. Ezeknek az ára. 114 ezer, a kettőnek az ára, a vágó ára most. Akkor még innen az elvitelem, még szóval még nem is nagyon szívesen, hogy soványtelnek. No. Magyarkon tartadene, soványtelnek. De most mondták azt, hogy már vigyem már Debrecenbe, ott vágói. Szóval nagyon messze van, 200 kilométer. Úgy kibarnítak magával, lehet, hogy maga még pénzt kap érte. Én meg együttünk, kifizetem, és Isten adja meg. Maga azt csinál a pénzzel, amit akar, én meg azt csinálok, hogy elmenni akarok. Tessék mondani, hogy el kell, és akkor Isten adja nem, meg. Nem, ide félje, arra még tesz maga. Mennyit tegyek rá? Mennyit. Na, úgy őszintén nem mondom, nekem volt 4 tehén. Igen? 4 tehén, de volt, hogy 6 borja volt. Elhiszem. Egyiknek ikrek volt, a másik meg... Elhiszem, szóval. Annak meg kétszer előtt esztendőben, ami ritkosabb. Itt a dédnagyapámnak a testvére, Laco Eszter, itt van eltemetve. Még azt tudjuk, hogy itt van ebben a druspánbukor alatt. Ez meg egy unoka farakta, régi perőcsényi kopjafa minta alapján a nagyszülőknek. Gyönyörű szerintem ilyenkor a temető, nyílnak az orgonák, ezek a hagymavirágok, természetes, fantasztikus jó illata van neki. Ezt egyszer valaki ide elültette, és ez szaporodott, ez nyőtt, ezt most már ki se lehet írtani, de nagyon szép ilyenkor, mert tényleg olyan, hogy még olyanok sírján is nyílik a virág, akiket már nem gondoznak, és már nincsenek utódaik. Volt a hetekben olyan, hogy hárman meghaltak egy hét alatt, még keresztelő az tavaly volt utoljára valamikor tavasszal, konfirmálás az nem volt már 2 éve, új konfirmandus. Most ugye az 50 éveseknek volt a megemlékezése pünköskor, akkor 20-an konfirmáltak, most meg egy ember nem volt, aki konfirmáljon. 50-ben még 1500-an laktak a faluba, most már csak 400-an laknak a faluba. De például, ha meghal valaki, majdnem, hogy az egész falu, de minden egyes családból valaki ott van a temetésén. Mert úgy érzik az emberek, hogy belőlük ment el egy. Akinek a hiánya az olyan, mint egy fű vagy egy virág, hogy az része a tájnak. Én sokszor mondom egyes emberekről, hogy úgy belekövültek a faluba. És amikor meghalnak, akkor azok nélkül üresebb a falu. Azok hiányoznak a tájból. Egyszer azt mondta valaki, hogy ha a temető eléri a postát, akkor a vége a falunak. Addigra teljesen megszűnik a falu. Hát de most már posta sincsen. Dit is het officiële. Maar het is officieel. Dies Polgar, maar dies. Streepjes zijn heel belangrijk in de compositie. Nou, ik laat hem hier even staan, want dit is een film voor de film. Iets bijzonders, hè? Kijk, waar is voor de film? Ja, de Ereburger moeten ze ook overal elke keer uitnodigen natuurlijk. Nem vagyunk itt már perőcsényiek kevesen. Már hollandok, meg pestiek, meg mindenfeléről ezek vannak már itt. Ez így egész a falu. Leszik Szabó bácsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, ez 110 ezer, tessék, 115 ezer forint. Jó, jó, jó. És? Tessék, még számol. Magyar Bankó. Igen, igen. 115 ezer forint. Reméljük. Meg vannak a járlatok? Rendben vannak? Rendben van, mondom mindjárt. Jó van. Jó. Hát akkor majd. Mennyi? Böske. Mennyi? Böske. 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 Jó van. Jó van. Még egyet. Jó van. Jó van. Jó van. Böske. Kötelet hoznak vagy? Mennyi? Csilla. Csilla. Kiri! Kiri! Kartonát büszke! Hopp! Kartonát büszke! Csilla! Kiri! Tudom, hogy nem akarsz mérni, de muszáj! Mennyi? Kiri! Ne! 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 Kiri! Csilla! Ne! Csilla! Gyere, ne! Ne! Kiri! Ne! Csilla! Kiri, ne! Kiri! Csilla! Tudom, de majd eltetszik jönni, azt megnézi, hogy milyen jó helyre kerülnek. Jó sok takarmány van, meg minden. Hallottam, hallottam. Jó, erre kerültek azok. Tegény Gyula csak siratgatja őket, de amúgy már jó helyen vannak. Mert... hát itt szegény, csak kínlódtak, hordta ennéki a takarmát. De hát az anyja egy tehénnek is keves volt, vagy nem tudom én mi. Szegény, hát neki volt. Életibe ugye a marhákval foglalkozott, azt akkor, hát sajnálja, sajnálja, de hát majd belé törődik. Jobb sora lesz majd néki, úri módra ill majd. És mi így oda meddemlek. Na, befíggessé. Oh. Nem lehet elszalannyi. Ideje.
sokkal jobban, mint a régi is, meg a főzőnél. Húzva este! Hány jönnyire? Kettőre. Ki húzza ki? Hát az uram a hazafista. Hagyja, nem csókod meg legalább 20 esztendőt. Árulod ez a szívruháit. De hol ilyen fiatal? Hát, én is. Igen! Becsókolni, de a körülnézek nem sok jánt látok. Azt gondolják, hogy öreg asszonyokat fogok csókolgatni, ilyet nem jelent. Nem, jó, jó, én alapban, tessék. Tessék bejönni hozzájuk. Nem bántam a kezét. Nem tudom, böske. Böske. Csilla. 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 Járunk, nagyon jó.
Nagyon jó volt a igen. A szívem majlésakat érte. Majlésakat érte. Papa, de jó helyre került. Jó helyre, a biztos jó helyre. Jó helyre kerültek, édesem. Kifáradtak, mikor már ide éltek, ugye? Tatuska, nem is hozták rögtön ide. Igen. Hanem ott a háznál raktuk le őket. Igen. És utána Pistikám utánfutóval egyénként kihozta. Most itt már gyűjnek ezek a gyerekek, már kicsik van, nagyon szeretek. És hogy a Gyula bácsi, hol vannak a tehelek? Mondjuk eladta minket. Még önnek is hiányzik, lássa. Hiányzik. Gömbbe jöttek sokat. Igen. Igen. Ezek mostan már lécet vágva, vagy lécet igyeztetve. Hát, Tatuska, az az igazság, hogy most még hagy rakodjon rájuk, igen. És akkor utána majd lelesznek majd később. Most hogyan mondjam, már itt van úgy átvétel? Igen. Igen, szokott lenni. Mifelén nincsen. Szokott érzem. Vágó híze. Igen, igen. Csak hagyj rakodjon még rájuk. Igen, igen. Szépek le a kalapot. Jó van, örülök, hogy még van elégedve. Meg vagyok a biztos, hogy meg. Örülök, hogy nagyon jó helyre kerültek. Két kocsma van a faluba. Van egy öregebb, az nagyon régóta megvan, meg van egy fiatalabb kocsma. Mind a kettőnek megvannak a törzsvendégei, ezek esténként össze szoktak járni, nagyon jó hangulat van mind a kettőbe. Ha egy férfi ember bemegy a kocsmába, az ott levőkvel mindenkivel kezet fog. És hogyha idegen gyűn, olyan gyűjtményt, annak is illendő a kocsmába bemutatkozni, hogy én is itt voltam. De ahogy kihaltak az öregek, a fiatalok már elhanyagolták a szőlőköt, kevesebb lett, aztán lassan megszűnt a borkultúra. Most már csak így földvégeken itt-ott vannak kisebb darab szőlők, és ezeket az előregedő présházakat, ezeket eladják, hétvégi házakká alakítják, kis padlástereket megbővítik, és ilyen kisebb nyaralókat építenek a pincesorra. Az egyik ilyen kisebb présházat megvette egy német házaspár, akik annyira megszerették Perőcsényt, annyira varázslatos helynek tartják, hogy itt tartották az esküvőjüket a Perőcsényi templomba, evangélikus vallás szerint. És itt akarják az öregkorukot is leélni, tehát nagyon kötődnek a faluhoz. Pontosan már nem is tudom, hogy hány holland család lakik a faluba. Nagyon sok mindenbe így próbálnak azonosulni Perőcsényhez, a házaikat is próbálják úgy tájba illőre megcsinálni, meg jó viszonyt alakítnak ki az itt lévő emberekkel, sőt, szeretik is az itt lévő embereket. Ilyen kis kerti partikra összehívják egymást, aztán különböző kis rendezvényeik, születésnap, névnap van. Nem olyan régen volt egy holland egyetemistákból álló csoport itt a kocsmába, akik például magyar cigánzenét játszottak. Maar altijd al het gereedschap meenemen, hè? Dat is het probleem. Magyarul. Megpróbálom. Hogy vagy? Tökéletes. De itt Perőcsényben nincs probléma, itt paradicsom. Itt paradicsom. Jó levegő. This is a paradise. Yeah. Jó ember. Jó napot
Gyere ide a rédisére, hagyd gyere. Hogy a rédisére? Igen. Lásd. Lásd. Jó, akkor elolvasom. Tedd le ide ezt De. Azt hiszem, hogy tovább nem várunk, majd aki késik, az magára vessen, igen. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy ennek a rossz idő ellenére ennyien összejöttünk. Amiről szeretnék vetíteni a lényeg, hogy ez év augusztus 8-ától 28-áig Kenyába és Tanzániába jártunk, Árva Balázs és Tóth Laci barátommal, hárman, és a célunk az volt, az elsődleges célunk, hogy a Kilimandzsáró hegységnek a főcsúcsára Kibót, vagy szuaéli nyelven Uhuru Peak Uhuru csúcsot megmásszuk. Sándori? Ha. Az, de ismerem meg. Csak mondom, hogy engem ne vétessen, mert nem jó nézek ki. Nem bírok, mennyi áramot a lábam. Ha, jó. A jobban jó lett, hogy nem műtötték a bal, meg áramot már 5 évre ráj. Hát azért esembe jut mindig. Furcsa nagyon. Örültem, hogy el tudtam miket adni. Sajnálom miket. De hát hiába belekülnyug onnan. Még a családhoz. Kapálgatok meg most én. Már málnát ültetünk. Epret ültetünk. Úgyhogy azért mindig lökötöm magam, hogy a tehenekre ne gondoljak.